A hegymászók, akik akkora bajba kerültek, hogy csak másodpercekkel kerülték el végzetüket. Az ember, aki képes a madaraival együtt repülni. Nyugtató hatású felvételek, amikre időnként mindenkinek szüksége lehet. Különböző izgalmas felvételek, amiket máshol nem láthatsz. Valamint a férfi, aki ejtőernyő nélkül ugrott ki több száz méter magasból. Az ő történetét is el fogom nektek mesélni a mai videóban, de ez mind csak ízelítő volt. Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök a mai izgalmas, extrém, de közben mégis nyugtató, satisfying, lenyűgöző, de egyben mégis cuki válogatásban. Hogyha szeretnéd támogatni a munkásságomat, akkor ezt megteheted egy lájkkal, valamint egy feliratkozással. Most viszont akkor kezdjük is a mai videót. Egy természetfotós konkrétan egy lávafolyót kapott el kamerájával, ami tőle csupán méterekre volt. Én azt hiszem, lassan ideje lenne futásnak eredni. Ez az ősi teknős, amit egy búvár talált, úgy néz ki, mintha a világ összes titkára tudná a választ. A legprofibb drónoperátor ismételten visszatér, milliméteres helyeken repteti a drónját, és közben olyan extrém izgalmas felvételeket készít, amit kár lenne kihagyni. Itt pontosan az történik, amit láthattok a felvételen, egy teve kaktuszt teszik éppen. Valójában nem is annyira lenyűgöző, mint gondolnánk, egyszerűen csak a sivatagi életformához adaptálódtak a tevék, és képesek megenni, valamint akár meg is emészteni a kaktuszokat. Egyébként azt mondják, hogy a kaktusznak magas víztartalma van, és akár még egészségesnek is számíthat, de skacok, azért inkább ezt senki ne kóstolja meg, legalábbis ne ebben a formában, mint a tevék. Ez itt a Dean's Blue Hole, vagyis egy kék lyuk a Bahamákon, a Long Island-i Clarence városától nyugatra, nem túl messze. Ez a világ legmélyebb lyuka, 202 méteres mélységével. Ez a búvár Kanadában talált egy furcsa tavat, amiben több ezer halra bukkant, nem sokkal a vízfelszín alatt. Ausztráliában találták ezt a kőzetet, amit miután ketté hasítottak, el sem akarták hinni, amit látnak. Nobody has seen this? Nobody? We're gonna be the first. Holy moly! That is absolutely unbelievable. Look at that. You never get sick of this stuff, do you? Ha tériszonyos vagy, akkor most tekerj előre 6 másodpercet. Hogyha viszont nem, akkor ezt figyeld. Van, aki kutyát, macskát, esetleg törpehölcsögöt tart, de az, hogy mosómedvét, arról még eddig sosem hallottam. A hegymászók egyik pillanatról a másikra egy lavina kellős közepén találták magukat, másodpercekre a végzetükről, azonban szerencsére még épp idejében meghúzták magukat. A lavina elhaladt, ők pedig túlélték azt. Ez a cég gyártott egy azonnali fordító készüléket, rámondjátok a szöveget, az pedig rögtön át is fordítja a kívánt nyelvre. Yes. Hogy is mondjam, tehát, hogy ez az ember itt kitalálta, hogy egy tetoválást szeretne készítetni, miközben éppen szabad esésben vannak.
here. We got 3 H's. I think that's success. Yeah, totally. Szegény kutyus a jeges tó közepén már félig megfagyott, csapdába esett és képtelen volt kijönni, azonban szerencsére egy tűzoltó megmentette őt. Ahogy az embereknél, úgy az állatoknál is, hogyha túlságosan közelre akarsz fókuszálni, akkor könnyen be tudsz kancsulni, mint például ez a cica itt. Ők itt le akarták tesztelni azt, hogy lehetséges-e túlfűteni ezt a gépfegyvert, így 700 töltényt lőttek ki megállás nélkül egymás után ebből a géppuskából, az eredményt pedig itt láthatjátok. Bizony, túl lehet fűteni, úgyhogy skacok, hogyha esetleg lenne otthon elfekvőben egy világháborús fegyveretek, akkor ne próbáljátok meg 700 töltényt kilőni belőle egy húzamban, maximum csak 699-et, mert különben ez lesz a vége. Ez amúgy egy ilyen tipikus amerikai férfi gondolkodás, tehát hogy összejöttök a haverokkal, mit csináljunk ma délután? Figyelj, én egy kicsikét olyan tudósnak érzem most magam, teszteljük le a gépfegyverünket, lőjünk ki 700 golyót, és meglátjuk, hogy mi lesz. Még a tudósok sem tudják pontosan megmondani, mit csinál ez a madár, de feltehetően éppen puha homokot keres a lábai alatt, ugyanis ez arra utal, hogy a homok alatt a legfinomabb gilisztákat találhatja. Nem tudom, gondolkodtál-e már rajta, a medvék halászási módszere az, hogy a lehető legnagyobb lélegzetet veszik, majd lemennek a víz alá, visszatartják a levegőt, és a szemüket nyitva tartva addig várnak, ameddig egy hal kellően közel nem kerül hozzájuk. Nem tudom ti, hogy vagytok skacok, én egyszerűen imádom a természetet. Azok a gyönyörű tájak, a napfelkelték, az utolsó percek a naplementéből, ezek engem mind-mind lenyűgöznek. És egyben a legszatisfyingabbak is szerintem ezek a természetfelvételek. Sőt, tudjátok is, kacok, tekerjetek le a kommentekhez és írjátok meg azt, hogy nektek melyik a bakancslistás helyetek bárhol a világon, akár Magyarországon, vagy akár világszerte. Írjátok meg, hogy ti hova szeretnétek majd elmenni. Én egyébként Izlandra 100%, hogy valamikor életem folyamán el fogok majd menni. Azok a gyönyörű hegyes, dombos vidékek, a lélegzetelállító jégfötte talaj. Úgyis majd bevágok nektek felvételeket, én ide egyszer biztosan el fogok majd menni. De írjátok meg kommentekben azt, hogy nektek milyen ehhez hasonló bakancslistás, vagy más szóval vágyott helyszín van, amit egyszer biztosan meg fogtok majd látogatni. A természetfotós éppen a jeges macit akarta lefotózni, azonban amikor az már túlságosan is közel merészkedett hozzá, akkor rövid mérlegelés után és a cserkészkönyv szabályait betartva arra jutott, hogy megpróbálja majd elijeszteni őt. Ami szerencsére sikerült is. Bár egy párszor még visszajött a kíváncsi állat, szerencsére nem támadta meg az embert. Ez a férfi mindenhová magával viszi a macskáját, mivel ő a legjobb barátja, itt pedig azt láthatjátok, amíg az állat éppen gazdáját várja, aki a bankban ügyeit intézi. Honnan tudod, hogy kicsikét erősebben léptél a gázra? A legmenőbb drón felvétel, amit ma egész nap látni fogsz. A sas már jó pár perce kiszemelte magának a nyulat, a megfelelő pillanatra várt türelmesen, azonban erre a nyuszi is felkészült, és egy olyan mozdulatot húzott meg a végén, amivel elmenekült a sas elől. Így néz ki az, amikor valaki a madarait sétáltatja.
Ezt csak így gondoltam, megosztom majd veletek. Luke Aikins története nem átverés, a férfi 2016-ban 42 évesen Kaliforniában ejtőernyő nélkül ugrott ki egy repülőgépből több ezer méterrel a föld fölött. A rekord lényege az volt, hogy szabadesés közben egy társa elkapja és az ő ejtőernyőjével együtt landoljanak majd, amit szerencsére sikerült kivitelezni. Azonban gondolj bele, mekkora nyomás lehetett azon a srácon, akinek el kellett kapnia a levegőben magatehetetlenül zuhanó Luke-ot. De még szerencse, hogy a biztonsági intézkedéseket betartották és védőszemüveget viselt Luke, ha már ejtőernyőt nem. Aztán gondolj bele, milyen lett volna, ha landolnak, és kiderül, hogy a kamera el sem indult. Akkor vajon megcsinálják ezt újra? Úgyis kaszok, ez lett volna a mai videó. Tudjátok nagyon-nagyon jól a szabályt, hogyha élveztétek a mai videót, volt egy olyan klip, ami tetszett nektek, vagy egyáltalán szeretnétek következő részeket, akkor a szabály értelmében muszáj most nyomnod egy lájkot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt megtetted. Emellett pedig mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is még. Én most nagyon szépen megköszönhetek a figyelmet, holnap ismét találkozunk pontban este 7 órakor, addig is további jó pihenést, további szép estét, és sziasztok!